A mai videóban a pénztár elszámolásról és zárásról lesz szó. Szereplők az elszámoltatásban. Ugye a pénztáros, illetve az elszámoltató személy. Az elszámoltató személy lehet maga a boltvezető, vagy boltvezető helyettes. Illetve lehet főpénztárost, vagy vevőszolgálati vezető is. Tehát ők a szereplői a pénztár elszámolásnak, vagy elszámoltatásnak. Tehát egyrészt a pénztáros és az elszámoltató személy. Pénztáros munkamenete. Első. Ugye a pénztáros felveszi a váltópénzt. Második. A váltópénz nem része a napi bevételnek. Harmadik, ellenértéke elszámolása. Blokkot, a nyugtát kell adni a vevőnek. Napi munkavégzés során a számítógépes rendszer összesíti a fizetési módonkénti bevételt. Tehát a pénztáros munka menetet először a pénztáros felveszi a váltópénzt. Egyébként a váltópénzt nem része a bevételnek az ellenértéket elszámolja, blokkot nyugtát ad a vevőnek, és napi munkavégzés során ugye a számítógépes rendszer, tehát maga a kassa összesíti a füzetési módonkénti bevételt. A pénztárosnak el kell számolnia a váltópénzzel, az utalványjal, a bankkártya tranzakciókkal és a készpénzzel. Az elszámoltatás műszakonként történik, manuális bizonylatvezetés háttérbe szorul ma már, általában egy-egy nyomtatvány kitöltésével végzik, illetve a gép által adott riporttal. Tehát a manuális bizonylatot, illetve a manuális bizonylatvezetés már már háttérbe szorul. Most már gép által adott riporttal. Számoltatják el a pénztárost. A fölözésről beszéljünk akkor egy keveset. Tehát a fölözés az üzletenként eltérő lehet. Egyrészt vagyonvédelem szempontjából is alkalmaznák, illetve kényelmi szempont alapján. Ne legyen sok pénz a kasszába. Hiszen, hogyha nagyon sok a pénz, akkor már nehéz eltenni azt a pénzt. Tehát kényelmi szempont miatt is fölöznek, illetve vagyon védelem, hogy ne legyen sok pénz be is, is a és, a fölözés üzletenként tehető. Tehát a napi bevétel beadása a fő pénztár felé értékhatárát ugye maga az üzlet határozza meg. Tehát a napi bevétel beadását a fő pénztár felé, ugye érték határát, ugye maga az üzlet határozza meg. Ez üzletenként eltérhet. Nézzük is meg a pénztárzárás eseteit. Van az azonnali, műszakonkénti és napi zárás. Ugye a napi zárás az kötelező. Hiszen riportot is készíteni kötelező, ugye napi zárásról. Egyébként a pénztárzárás maga az ellenőrzés és az elszámoltatás a célja. Azonnali rovancsról beszéljünk néhány mondatot, tehát akkor alkalmazzák, ha a vevő nem fogadja el a visszajáró összegét. Hogy például a vevő ad 10 tízezrest, de a vevő úgy emlékszik, hogy tízezres helyett húszezrest adott. Ne ilyenkor azonnali rovancsot kell alkalmazni. És át kell számolni a pénzt, a pénztárba lévő pénzt. És akkor már is kiderül, hogy mennyit is adott a vevő. De egyébként alapból is kötelező úgy ö, elszá leszámolni a pénzt, hogy, hogy ugye, a vevő füzet, akkor a pénztáros nem rakhatja el a pénzt azonnal, hanem oda kiteszi, hogy lássa a vevő is, hogy igen, annyit adott, és akkor még visszaszámoljuk, tehát kiveszünk a kasszával a visszajáró összegét, leszámoljuk a vevőnek, és csak utána rakjuk el azt a pénzt, amit ugye a vevő adott. Ezt azért érdemes is, meg azért is jó így alkalmazni, hogy nem rakjuk el azonnal, amit a vevő ad pénzt, mert így el lehet kerülni a félreértéseket. Na beszéljünk akkor egy kicsikét a Stornorról egy egy tétel esetében a pénztáros korrigálhat, de a teljes vásárlás ellenértékét, illetve a vevői visszárut is a boltvezető engedélyével lehet elvégezni. Tehát a sztornónál egy-egy esetben ugye a pénztáros még korrigálhat, de a teljes vásárlás ellenértékét maga a vevői visszárut is a bolt vezető engedélyével lehet elvégezni. Zárás lényege, a pénztár zárás lényege. A többlet hiány megállapítása a napi forgalom alapján. Figyelembe kell venni a napi forgalmat, kifizetéseket a kasszából. Az üzlet maga határozza meg az eltérések szankcióját, ugye fizető hiány. A többletet a többlet ugye nem kerül kivételezésre, az a cégé marad. Mindent a munkaszerződésben, illetve a kollektív szerződésben leírtak alapján történik. Az eltérésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szankciók mértéke az értékhatártól is függ. De általában arra kell törekedni, hogy ne keletkezzen hiány a kasszába. De viszont, ha hiány van, akkor az értékhatártól függ a szankció mértéke. Nagyjából szerintem akkor ez a téma ennyi is lett volna, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!